Losonczy István a bonyhádi labdarúgás kiemelkedő alakja. A kispadról irányítva többször vezette sikerre aktuális csapatát. Úgy emlékeznek rá, hogy tűzbe ment játékosaiért, igaz, nagyon keményen is követelt tőlük. Róla nevezték el a 24 esztendeje zajló kispályás bajnokságot. Fiatal játékosként szerepeltem az első pár alkalommal, és még a régi csarnokban, a régi kis csarnokban hatalmas mérkőzéseket játszottunk, és nagyon jó hangulat volt állandóan. A nézők mindig is kíváncsiak voltak itt Bonyhádon a jó focira, és gyakorlatilag mindig zsúfolásig megtelt a csarnok. Annyi most a változás, hogy az új csarnokban nem látszódik annyira a tömeg, mert a kicsiben jobban összezsúfolva ültünk. És valamennyivel azért jobb is volt a hangulat. Most már sokkal nehezebb a mai világban, sokkal nehezebb teremtornákat rendezni. Annak idején közel 20 csapat mérkőzött meg a győzelemért, ezzel szemben idén 8 alakulat küzdött a sikerért. Gyakorlatilag ide bárki nevezhet, nyilván megkülönböztetjük a profil, illetve a hobbi szinten sportolókat, de ez az a torna, ahol gyakorlatilag a profi szinten próbáljuk megszervezni, és profi körülményeket teremtünk a játékosoknak. A 20-40-es játéktéren gyakorlatilag a 4+1-ben játszanak a csapatok, amatőr rendszerben 5+1-ben játszanak, de itt annyira gyors a játék, hogy a 4+1 elbírja, illetve a játékosoknak a fizikális, illetve a technikai tudásuk is arra predesztinál minket, hogy inkább a 4+1-et erőltessük. A bajnokságban résztvevő játékosok jelentős része nagypályán is játszik, így a teremtorna szolgálja az ő felkészülésüket is. A szervezők abban bíznak, több olyan csapat is előkerül a következő években, akik eddig még nem jártak a bonyhádi csarnokban, mert az új ismeretlen csapatok mindig felpesdítik a vetélkedést. A 24. Losonczy István emléktornát idén a Beverném csapata nyerte, miután 1-0-ra legyőzte az Alakul gárdáját.